Egyre többen választják a pedagógusi pályát. Balogh Zoltán, az emberi erőforrásokért felelős miniszter, a Klebersberg képzési ösztöndíjak ünnepélyes átadásakor hangsúlyozta. A gyerek után a tanár a legfontosabb köznevelési szereplő, a tanár az, aki majdnem minden múlik, és nemzetstratégiai fontosságú, ami az osztálytermekben történik, ezen múlik, milyen lesz a jövő. Hozzátette, egyre jobb tanárokra van szükség, akik képesek új tudásterületeket, kompetenciákat, készségeket elsajátítani a 21. században a sikeres oktatáshoz. Ezért is indították el a Klebersberg ösztöndíjat, így a pedagógus képzésben résztvevők a miniszter szerint tényleg csak a tanulásra kell, hogy koncentráljanak. A 17-18-as tanévben újabb 651 hallgató szerezte meg a jogot, hogy Klebersberg ösztöndíjas lehessen. Ez azt jelenti, hogy ma 2132-en tanulnak úgy a magyar felsőoktatásba, hogy tudják, hogy 4-3-2 év múlva tanárok lesznek, 1920 fő. Osztatlan tanárképzésben is 212-en most indulnak a gyógypedagógiai alapképzésre. Nyíregyházán is folyamatosan emelkedik a pedagógus képzésre jelentkezők száma. Az egyetem a teljes pedagógus képzést lefedi az óvodáktól a középiskolákig. Most is ugyanazt a 14 közismereti tanári szakot kínáljuk, mint az előző tanévekben. Ez szakpárosításban érhető el a Nyíregyházi Egyetem kínálatában. A tavalyi év óta viszont, ami jelentős bővülés jelent, levelezőképzésben is. A szakmai tanárképzés területén várható, vagy remélünk fejlődést és fejlesztést, mert a meglévő mérnök tanárszakunk mellett még akkreditáció alatt van, tehát még nem tudom azt mondani, hogy indítjuk, de szeretnénk a következő tanévben indítani a közgazdász tanár szakot két szakirányjal, ez a diplomásokra vonatkozó képzési javaslatunk lesz. A Klebersberg ösztöndíj átadónak nyíregyházi vonatkozása is volt. Az ország egyetemistáinak nevében Kelink Réka első éves énekzene szakos hallgató mondta az ünnepi köszöntőt. A köszönet nyilvánítás mellett szó esett róla, hogy képzelem el a jövőmet, mint pedagógus, milyen eszközökkel szeretnék jó pedagógussá válni, és természetesen, hogy ez az ösztöndíj miben segít. A Nyíregyházi Egyetemen több mint 30 hallgató kapta meg a Klebersberg ösztöndíjat.